Zenei koncertek, tánc, szórakozás, napi több ezer látogató. Röviden így lehetne összefoglalni a 10. Dudik Fesztivált. A 4 napos rendezvényen fellépett többek között a Punani Masszív, a Tankcsapda és a Vadfruttik is. Mindenképp a péntek volt a legerősebb napunk. Összességében az egész fesztivállal nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, a visszhangok is nagyon-nagyon pozitívak. Ami számomra nagyon-nagyon jól esett, akár a fellépőktől hátul a backstage-ben, vagy akár hazafelé sétálóktól tett megjegyzések és egyebek alapján, mindenki azt mondta, hogy ez a rendezvény ez most már egy európai színvonalú rendezvény, a szervezettségét, a tisztaságát, a felállítását és a fényeket nézve. A 4 napos fesztivál ideje alatt körülbelül 10 000 ember fordult meg az alsó Dunaparton. A helyszínen azóta már elvégezték a sátrak és a színpad elbontását, valamint a takarítást is. Tehát összességében nem csak egy élőzenei koncertsorozat ez, hanem ad egy olyan hangulatot, ahol érdemes lejönni barátokkal, beszélgetni, ha nem is mindig vannak olyanok, akik jobban szeretik a rockot, jobban szeretik a popot, vagy esetleg egy elektronikus zenét játszunk Cloud 9 Plus, de amikor nem is az ő kedvenc zenekaruk játszik a színpadon, akkor is maga itt leülni ezekre a sörasztalokra, a lugas alá, vagy elmenni egy kicsikét oldalra, az egészben egy jó hangulat van benne, és szeretnek ebbe a légkörbe részt venni a vendégeink. Hozzátette, ami már most biztos, 2019-ben is lesz Dudik, melynek szervezése már ősztől elkezdődik.